14. alkalommal szervezték meg Székelyhídon az érmeléki kórus találkozót, amely a régió legrégebbi és legrangosabb ilyen jellegű rendezvénye. Idén nem csak az érmellékről, hanem Nagyváradról és Magyarországról is érkeztek kórusok, népdalkörök. A Székelyhídi Múzeumnál gyülekeztek a találkozóra érkező kórusok, népdalkörök tagjai. Többen ismerős arcokként köszöntötték egymást az idei eseményen, voltak azonban, akik újoncként kapcsolódtak be a rendezvénybe, és kötöttek új ismertségeket, barátságokat a jelenlévőkkel. Az idei kórus találkozóra mind a 12 kórus megérkezett, aki meghívást kapott. Vannak visszatérő kórusok, mint például az érmihályfalvi Veres László Zsolt kórus, a margitai Horváth János Társaság kórusa, Szent Jobbról érkezett népdalkörök, illetve itt vannak az érkeserűiek is, valamint Szokolyáról az idén első alkalommal érkezett a dalárda. A szokolyaiakon kívül a létavértesi Csormolya népdalkör és citera zenekar, valamint a nyíradonyi pávakör is bemutatkozott. A találkozón a házigazda kisvárost egy népdalkör és egy férfi kórus képviselte. A székelyhídi férfi kórus 1997 óta, 21 éve működik, és minden alkalommal részt vettünk. Ez a 14. alkalom. Nekünk a legjobban a katonadalok tetszenek, azokat tudjuk a legszebben előadni. A szervezők kiemelten fontosnak tartják a népzene kincs megőrzését, így üzenve a fiatal nemzedéknek, hogy múltunk értékei a jelen és a jövő szerves részei.